Tudod, mi a lényeg? Lassan cserélődik le a mez. Vamos, Catalunya! Gyerekek, hogy ezt amúgy hogy ússzuk meg mindig, az botrányos. Ekkora csomaggal jöttünk, természetesen semmilyen prájó, meg extra bag, meg semmi. Az előttünk lévő 5 embernek kiszedték a csomagját. Mi magyarok vagyunk, annyit mondott a bátya Milunak, hogy jó lesz. Ide értünk Madridba, megyünk a hostelba, veszünk fel nektek anyagokat, és aztán Santiago-ba. Bernabéu. Mit nevez, tesó? Többbe kerül a taxi, mint a hotel egy éjszakára. Kettőnknek. És közben majdnem nekünk. Megérkeztünk taxival a 8 ágyas koli szobába. 30 eurós taxival a 15 eurós hotelünkbe. Így van. Pár érdekesség a két csapat egymás elleni történelméről. Az első meccsüket 1971-ben játszották, Kegben, ahol 1-1-es döntetlennel végeztek, viszont akkoriban még nem létezett se hosszabbítás, se büntetők, se semmi, azért egy második mérkőzésen a Chelsea 2-1-re verte meg a Real Madridot. Ezt követően kicsit több mint 40 évet kellett várni az első Real Madrid győzelemre. Ez egészen pontosan tavaly volt a BL negyed döntők során, amikor is az első meccsen 3-1-re nyert a Real Madrid, majd ezt követően ugyan kikaptak a Chelsea-től 3-2-re, viszont a több rugott góljuknak köszönhetően ők jutottak tovább az elődöntőbe, és végül nyerték is meg a Bajnokok Ligáját. Játékos keret összeg tekintetében a Chelsea áll vezetésre, hiszen kicsivel több mint 1 milliárd eurót ér a jelenlegi keret. Ugye ez nagyban köszönhető annak, hogy az új tulajdonosok nagy bevásárlást tartottak az elmúlt átigazolási időszakban. Ezzel szemben a Real Madrid inkább a fiatal játékosokra épített az elmúlt időszakban, és így az ő keretük körülbelül 800 millió eurót ér, tehát egy körülbelül 200 millió eurós különbség van a játékos keret tekintetében a két csapat között. Meglátjuk, hogy a pályán ez miben nyilvánul meg. Olé, 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 Messi! Még 4 óra maradt a meccsig, addig is, hogy Mátéval elüssük az időt, arra gondoltunk, hogy megmérkőzünk egymás ellen egy quizben, amit Lippi készített nekünk. Ilyen BL-el kapcsolatos quiz majd ti is elvégezhettek a freestylefc.com-on, és aki nagyon jól kitölti ezt, az nyerhet majd egy eredeti Adidas labdát. Máténak Chelsea-s kérdései lesznek, nekem Real Madrid-os kérdéseim lesznek, és megnézzük, hogy ki tud többet. Én fogom kezdeni a quiz, melyik játékos lőtt több gólt? Karim Benzema, Di Stefano, Cristiano, Puskás. Én nem segíthetek. Cristiano Ronaldo. Oké. Okay. Ki vette fel a Real Madrid mezét a legtöbb alkalommal? Szerintem... Amúgy Raúl. Raúl. Nem Di Stefano? De lehet, hogy Di Stefano, mindegy, én itt behúzom Raúl. Szerintem Di Stefano, te szól. De mindegy, nem szólok. Raúl González. Hány aranylabdás játszott eddig a Real Madridban? Hát rohadt sok, full tip, de én egy 9-et mondok. Hányszor jutott el a Real Madrid a BL és BEC döntőbe? Hát én itt megjelenem a D-t. Melyik évben vette át másodjára a Real Madrid irányítását? Florentino Perez, őszinte leszek. Fingom nincs, pedig a filmet is megnéztem róla, és hát a dokumentumfilmet. 2008 legyen. Nézzük az eredményt. Hát 5 kérdésből 2 tudtunk. Gyenguszka. 1-es fölé. Na nézzük a Chelsea-s kérdőívet, hát ha sikerül felülmúlnom Milu teljesítményét. Melyik játékos lőtt több gólt? Didier Drogba, Frank Lampard, Kerry Dixon, Bobby Tumbling. Hát szerintem ez Drogba. Ki vette fel a Chelsea mezét a legtöbbször? Terry. John Terry. John Terry. Hány aranylabdást játszott eddig a Chelsea-ben? Ez fogalmam sincs. Az a durva, hogy 1-et sem tudok mondani. Hát legyen 3, nem akarom tovább húzni itt nagyon az időt. Hányszor jutott Chelsea FC a BL döntőbe? United ellen biztos 2008-ban, 12-ben a Bayern ellen, 21-ben PSG ellen? Nem volt negyedik, 3-szor. Melyik évben vette meg az orosz milliárdos a klubot? 2007-ben szerintem.
5-1. Megyünk újra. Ezt a síralmas eredményt szerintem egyikünk se teszi ki az ablakba, de hát ez van. Tanulság jövőre nézve, hogy amikor meccsre megyünk, akkor nézzünk utána jobban az éppen aktuálisan játszó csapatoknak. Ez most azért különösen ciki, mert neki a Real a kedvence, nekem pedig a Chelsea, de ez van, menjünk is tovább, hiszen hamarosan oda kell érnünk a stadionba, szóval jó. És mi történt? Mesélj be. De nem mesélj be, bazdmeg, mert beleraktam a táskába azt a kurva mezt. 20 perc sétára van egy mezbolt. Gyere! De miből lesz a videó a követőinknek? Micsoda? Abból, hogy megyünk a mezboltba? Hát abból is. Gyere, siessünk. Tesó, akciós, 80 euró. Már megérte. Lekéssük a meccset, úgyhogy menjünk. Jó. Hogyan költsük el a heti büdzsét egy perc alatt? Pang! Ez a hang. Meg is van. De legalább van mezünk. Már itt is vagyunk a stadionban, Real Madrid Chelsea, kb. 45 perc múlva kezdünk, a játékosok már melegítenek. Tesó, tudod mi a lényeg? Lassan cserélődik le a mez. Tesó, hiszek abban, hogy Lampard bácsi még kitalál valamit? Oh my god! Hát túl vagyunk a meccsen, 2 zsákba a papának. Tudjátok, hogy mit jelent az? Ne kell cserélni, tesó, a felső. Vamos, Catalunya! Az utazásunk itt még szerencsére nem ért véget. A meccs utáni másfél napban még ellátogattunk Barcelonába, ahol nagyon kedves freestylerekkel találkoztunk, Tecsóval és Bojkával. Bojkát a világ egyik legjobb freestylereként tartják számon, velük töltöttük az utolsó másfél napot. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videónkat is, Mátéval azóta már épségben hazaértünk, hogyha szeretnétek még ilyen tartalmat látni, akár a BL döntőről is, reméljük ott leszünk, akkor írjátok meg kommentben, találkozunk a következő videóban, sziasztok!